Csabikám, tudom azt, hogy Friki. Most már nagyon horgásznál, úgyhogy gyors talpalóba csonti ragasztás, illetőleg a csontilla, amit így rövid úton jó. kell tudni. Hadd látom. Mit segítsek, azt mondjad, mit csinálják? Egyelőre semmit nem csinálják, a következő a helyzet. Először is megnézed, hogy milyen csontkukacod van. Fehér. Igen, igen, vásároltál a horgászboltba csontkukacot. Nem, te hoztad. Viszont nézd csak. A gyerekem is finom. Abban az esetben, hogyha a csontkukac így néz ki, azaz van benne egy táplálékfoltod, látod ezt a kis igen, szemet? Igen. Na, ha a táplálékfolt benne van, akkor az egy viszonylag friss csonti. Hogyha nincsen benne, látod ez a másik. Ez már nyugger. Akkor ez már egy öregebbik, így van, ez már közeledik a bábozódáshoz. És ha benne van a táplálékfolt, akkor ez egy viszonylag friss csonti, valószínűleg egy kicsikét zsíros. De a horgászboltban azért, hogy ne nedvesedjen be mi egyebek, ezért fűrészporba szokták tárolni. Fogod magad és leszitálod a fűrészport róla egy apró szemű rostám. Ez többféleképpen is lehet, ha nincsen rostád, vagy nincs ilyen apró szemű rostád, akkor úgy is lehet csinálni, ahogy az afrikai asszonyok, meg ugye a régi asszonyok, felemeled, és szépen átöntöd egyik dobozból a másikba. Azért kell szél is, hogy kifújja a... És a szél kifújja belőle a szemetet. A lényeg az, hogy egy nagyon tiszta, fűrészpormentes csontkukacot kapjál, mert minél tisztább a csonti, annál könnyebben ragad hozzá a csontiragasztó, és annál tovább tart a ragasztásod. Ezt a műveletet elvégezheted kétszer-háromszor egymás után, akkor lesz igazán tiszta. Ameddig én itt rázogatom, kérlek szépen töröld ki azt az edényt, mert ugye ott is nagyon fontos, hogy az edény a száraz legyen, és szennyeződésmentes, hiszen a ragasztó mindenhez hozzáragad. Ha így megvagyunk, akkor ez így nagyon-nagyon jó lesz. Leszorom, de már bele is teszem, köszönöm. Úgyni, átöntjük, és már meg is vagyunk vele. Ha igazán profi munkát szeretnél, vagy versenyre készülsz, ilyesmi, akkor még egy nagyobb lyukú rostán át lehet mászhatni, sőt, igényli az átmászhatást, mert akkor a benne levő egy-egy szem dög, az nem lesz a csalik között. Ami ott van. Tudom, hogy ez időrablásnak tűnik, de kis adagokba kell mászhatni, tehát 3-4 adagban mászhattuk le egy liter nagyjából. Én is, úgyhogy én meg vödör számra borítom bele a csontit. Azért kell csinálni, így kicsit tegyél rá, úgy szépen el kell teríteni. Már megsimogattam én őket most. Úgy? Azért nagyon fontos, mert a rostán a dögöket átlögdösik az élők, illetőleg, hogyha sokat teszel fel egyszerre, a dög megáll a rácson, és nem tud lemenni, olyan, mint a lefolyó. Mint a szúnyoglárva. Vagy mint egy lefolyó, tudod, ahogy lefolyó tisztító. Már nem tud tovább menni, hogyha tele van. De így nagyon gyorsan lemászik, látod, már kész is van. Nagyon jó. Előkészítettük a csontiragasztás kellékeit, víz, csontiragasztó, kesztyű, illetőleg kavics. A kavics arra kell, hogy legyen az egész cuccnak súlya. Nem elég, hogy levigye az aljára, hanem egy ideig tartsa is ott, és ott bontson, akkor pontosan fogod tudni, hogy hol van ragasztott csontid. Jó, az én tapasztalataim azok, hogy belöntesz egy edénybe, így, fölveszed a kesztyűt. Kell kesztyű? Kell kesztyű, ugyanis a csontiragasztó, ha jó minőségű... De húzd meg, mint az orvos, te se engedd el. Mindenféleképpen. Úgy-úgy. Sorozástál neked? Nem csináltak ilyet? Nem. Na szóval azért kell a gumikesztyű, mert ha jó minőségű a ragasztónk, akkor az mindenhez ragad, nem csak a csontihoz, meg a kavicshoz. A kavics mennyiségét te határozod meg minden esetben, hiszen nem tudom én, hogy melyik vízen hogyan horgáztok. Lehetséges, hogy a Dunán dupla annyi vagy tripla annyi kavics van, mint amennyi csontja. Nem megy le az összes az aljára? Ez nem probléma, hiszen most rárakunk egy kis csontiragasztót. Így. Így. Nem sokat. Így. Majd pedig összekeverjük úgy, hogy az összes csontinak a bőrét belepje a csontiragasztó. Látod? Ilyen szép fehérnek, opálos fehérnek kell lennie. Mint a babahintőport. Igen. Vannak, akik spricnivel csinálják. Akkor a spricnivel van nálam? Nem kell spricnivel, ugyanis bemártom a kezemet a vödörbe, és csak így egyszerűen lerázom is. Összekeverem őket, hogyha a horgászat közben visszaszarod. Látod, most már szépen kezd ragadni. Így van. Nézd, ha ezt ügyesen csináljuk. Itt kell kérni alvállalkozásban a meló. Minden kellőképpen jól működik. Akkor egy viszonylag rövid idő alatt meg tudjuk azt csinálni, hogy kinyomkodjuk a levegőt közülük, és kellőképpen tiszta a csonti, ez egy létkérdés, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, akkor fogunk tudni csinálni belőle egy kézilabdát, amivel az olimpián játszhatnak a srácok. Vagy lányok, de hát... Vagy valakik.
Na, a lényeg az, hogy tudunk egy ilyet csinálni. Úgy, de szép. Így. Nagyon szép. Büszke vagyok rád. Ugye, hogy nem volt bonyolult? Nem. Főleg így, hogy te csináltad, egészen egyszerűnek tűnt. Jó, akkor a következő adagot te csinálod.